kompaniánk már szépen belakta az új helyét. Több száz dolgozónk van, és már régen megjelentek a fajra jellemző, nagyobb méretű major dolgozók is. Ez a kolónia már kifejletnek számít. Az átlátszó fészek részben remekül megfigyelhetjük a hangyaboly lenyűgöző szervezettségét. A királynő és a lerakott peték jól védhető helyen a boly közepén helyezkednek el, párás részen közel a szivacshoz. Egyel feljebb, a következő szinten még mindig párás helyen vannak a lárvák. Végül még feljebb, a meleg, szárazabb kamrában vannak a bábok, és itt kelnek életre folyamatosan az újabb és újabb dolgozók. A fiasítást a dolgozók folyamatosan pakolgatják, gondozzák és etetik a lárvákat. Így gondoskodnak arról, hogy a boly jól szervezetten működhessen, és minden a maga helyén legyen. A bal alsó kamrában rovarmaradványokat láthatunk, és ez a kamra jóval hosszosabb is, mint az összes többi. A hangyák gyakran létrehoznak a bolyon belül szemetes kamrákat, ahová lerakhatják szemetüket, anélkül, hogy ki kellene menniük a ragadozókkal teli külvilágba. Mivel ez a kamra távol van a nedvesítő szivacstól, így remekül használható erre a célra. Egy másik szemetes kamrát láthatunk, a bolyról pár héttel később készült felvételen. A hangyák itt középen legfelülre pakolták be a kiköltött bábok maradványait. Az igénytelenebb, kezdőknek is ajánlott hangyafajok gondozása nem igényel nagy erőfeszítést. A legfontosabb feladatunk az etetés, itatás, illetve a takarítás lesz. Az összes többi feladatot kis társadalmunk maga végzi el helyettünk. Kezdjük az előbbivel. A párásító szivacsot rendszeresen nedvesítjük fecskendővel. A szivacs párásítása mellett ajánlott berakni egy vízzel töltött kémcsövet vagy egy külső itatót is a kolóniának, ahol bőségesen jutnak hozzá tiszta ivóvízhez. Ez a féle biztosíték is lehet vízhiány esetén. Élelmet legalább heti két alkalommal adjunk nekik, fajtól függően lehet, hogy magukat is kell adnunk a hangyáinknak, a legtöbb faj azonban csak mézet vagy cukrot, illetve különféle rovarokat, eleségállatokat fogyaszt. Mindig tájékozódjunk előre az adott faj igényeiről, mielőtt belefognánk a tartásukba. Az élelmet adhatjuk nekik kis kupakokban vagy tálkákban is, adott esetben így könnyebb kivenni a maradványokat, és kevesebb kosszal járhat az etetés. A kolónia a mézet idővel be fogja takarni olyan törmelékekkel, ami éppen a kezük ügyébe kerül. Ez egy védelmi ösztön a hangyáknál, a természetben így előzik meg, hogy a folyékony anyagok elárasszák őket, vagy a társaik beleragadjanak. A rovarmaradványokat adhatjuk továbbra is feldarabolva, de mivel már kifejlett kolóniánk van, így adhatunk nekik élő táplálékot is, ha biztosak vagyunk benne, hogy elbírnak vele, és nem jelent veszélyt rájuk. Ennek a formikáriumnak nagy a légtere és jól is szellőzik, így a védekezésül használt hangyasavval nem fognak veszélyt jelenteni magukra a hangyák. Mindig izgalmas végignézni, hogy hogyan birkóznak meg hangyáink a prédájukkal. Minden faj máshogy reagál a betolakodókra. Vannak, akik fullánkjukkal bénítják meg áldozatukat, míg mások hangyasavat lőnek rá. Egyes fajok egyedül vadásznak, mások szervezett csapatokban.
Az evés végeztével a közösségi gyomrukba gyűjtött tápanyagot a bolyba visszatérő dolgozók megosztják társaikkal. Megfigyelhető, hogy az olyan kockázatos feladatokat, amelyek a fészek elhagyásával járnak, mint például a felderítés, gyűjtögetés vagy a vadászat, általában az idősebb, esetleg sérült dolgozók látják el. A boly szempontjából ők a feláldozható egyedek, míg a fiatalabbak biztonságosabb munkákat végeznek a bolyon belül, a keltető kamrákban. Takarítás. A plexi formikárium könnyen tisztítható. A rovarmaradványokat egyszerűen csipesszel tudjuk kiszedni a kifutóból, a méz maradványait pedig csipesszel és pici vízben ártott vatta darabbal tudjuk felmosni. Amennyiben tálkába etetünk, azt is könnyen eltávolíthatjuk egy csipesszel. Az etetés és takarítás mellett az ideális hőmérsékletre kell még odafigyelnünk. Az egyenlítőtől távolabb élő angyafajok, mint amilyenek a hazaiak is, télen teleltetést igényelnek, míg a trópusi hangyafajoknak erre nincs szükségük, de időnként fűteni ajánlott őket. Ezekről a következő videóban esik majd szó. Kattints a következő videóért!